Olvasom tovább a római levél 7. részét, a 7-től 13-ig terjedő verseket figyeljük. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná ne kívánt. De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot, mert a törvény nélkül halott a bűn, én pedig a törvény nélkül éltem valamikor. Amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn, én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem, és megölt általa. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla. Ellenben a bűn, hogy meglássék bűn mi volta, a jó által hoz rám halált. Így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Szeretett testvéreim, ne fáradjunk bele, és ne mondjuk azt, hogy túl bonyolult, amit az apostol magyaráz. Ő most a törvényről beszél, és azt mondja, hogy az szent, az jó, azt Isten ajándékozta. Volt törvény előtti idő, még ugye mielőtt megkapta volna a nép a Sínai hegyen a 10 parancsolatot. Élt spontán egy-egy ember, és azt mondja, hogy a törvény előtti idő még könnyebb volt, mert nem tudtam pontosan beazonosítani, hogy mit szabad és mit nem, és nagyon érdekes, ahogy elmondja, hogy bejött a parancsolat, és mihelyt a parancsolat megszólít engem, és azt mondja, hogy ne tedd, már is jön a kívánság. Azt mondja, felszította bennem, és bűnösebbé lettem, a törvény által, mint azelőtt. Éltem önfeledten, most pedig a törvény, mint egy kalodába zár, és én abból ki akarok törni. Ezt írja le, és azt mondja, hogy eszközül adta Isten a törvény időszakát, hogy fegyelmezzen bennünket, hogy ez az életrend, amit ő adott, az ott legyen előttünk. Bocsánat. A baj nem is abban van, hogy a törvény ezt világosan megmutatja, hanem abban, hogy bennem lakozik a bűn. És a bűn a törvény által még inkább pusztít, és még inkább működik. Igen, de bejött a szabadulásnak az ideje, és a törvény odahajtott bennünket Krisztushoz. Mert meglátjuk, hogy baj van, és nem megy, hogy betartsuk, és a bűnt leplezi le a törvény. Mert nem a törvény okoz nekünk bajt, hanem a bűn, a bűnös természetünk. Csak a törvény, amelyik szeretné leleplezni, az még inkább kimutatja, és még inkább életre kelti ezt az ellenkezést, meg a
tehetetlenségünket, ami megromlott természetünket, mert azt mondja, hogy a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Mert most már nem mondhatom, hogy én ezt nem tudtam, erre nem kaptam el igazítást, kaptam. És hogyha mégis cselekszem, akkor még inkább bűnös vagyok, mint az, aki nem is tudott erről. Úgyhogy az apostol itt olyan elemzésbe kezd, ami kimutatja a mi óemberi mi voltunk tehetetlenségét, és világossá teszi, hogy Krisztus nélkül csak ezt a törvény alatti jókodást, ezt a magam forrásából való életet, Istennek tetszeni akaró életet tudom folytatni, de nagy-nagy bajban vagyok. Elvesztem.